Egyre súlyosabb méreteket ölt az éhínség Madagaszkáron, derül ki az ENSZ világélelmezési programjának legutóbbi riportjából. Több mint 1 millió ember él közvetlenül az éhezés határán. Madagaszkár 1896 óta 16 kritikus élelmiszerválságon ment keresztül. Sírnak a gyerekeim, teljes szívükből, teljes erejükkel. Ő itt már annyira erőlködött, hogy el is ájult, mondja egyikükről a 8 gyermekes anyuka. 14 ezer embert sorolnak az éhínség 5-ös szintű kategóriájába, ami azt jelenti, hogy az embereknek már egyáltalán nincs mit enniük. A saját szememmel láttam éhen halni 5 gyermeket és 3 asszonyt, mondja Berari körzetfőnöke. Az ENSZ szakemberei horrorfilmhez hasonlították a helyszínen tapasztaltakat. Az utcán az emberek a cipőiket próbálják megenni. Így kellene felvágnunk, ecseteli ez az asszony, de majdnem lehetetlen, mert olyan kemény, mint a fa. De akkor sem dobjuk el. Amint felfort, azonnal megesszük, mert ennyire vagyunk éhesek. Red Zoila elnök a Twitteren keresztül jelentette be, hogy 140 nagy projekt indul a mezőgazdaságban, a vízellátásban, a közmunkában és az egészségügyben. Red Zoila elnök azt akarja, hogy a projekt hatását az emberek valóban megérezhessék 18 hónapon belül, mondja az elnök kabinet főnöke. Természetesen utakról beszélünk, figyelembe kell vennünk az útépítés késéseit. Ugyanez vonatkozik a csővezetékekre, de az biztos, hogy ez egy nagy projekt, ami januárban elindul. Az ENSZ becslése szerint 78,6 millió dollárra lesz szükség a létfontosságú élelmiszersegély biztosításához a következő, októberben kezdődő szezonban.